Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longauer-ongrást hallhatják, ez pedig itt a Frontember legfrissebb adása, itt az UltraHang csatornáján, a vonalban pedig nem más a vendégünk, mint a műsor állandó vendége, Géla Pötle, biztonságpolitikai szakértő, akit nagy szeretettel köszöntünk. Szia, kedves Longi, szeretettel köszöntelek, és persze minden nézőket és hallgatónkat, és ma a fociról fogunk beszélni. Na jó, ez nem volt igaz, de azért, pedig, ha már előttem. Eddig, eddig már, a van... már láttam a hallgatóink arcán a mosolyt, örülnek. Adásunk megkezdés előtt szolgálati közleményként szeretném csak megjegyezni, hogy elnézést kérek a hangom állapotáért. <coughs> Sajnos a nyári megfázás nem is tudtam, hogy létezik ilyen. Engem csúnyán elkapott, viszont ez sem akadályoz meg minket abban, hogy a mai adás témáit átvegyük. Ezen felül továbbra is köszönettel fogadjuk adományaikat a képernyőn is leírásban található bankszámla számon és Paypalon keresztül támogatóinknak megküldjük az Ultrahang közönség találkozóinak vágatlan felvételeit, és emellett reklámmentes podcast hozzáférést is biztosítunk és bele is vágva a mai adásunk tematikáiba. Ugye az egyik első dolog, ha nem is teljesen a fociról, viszont a focihoz kapcsolódó biztonsági kérdésekről, viszont mindenképpen szót kell ejtenünk, tehát nem másol, mint a biztonsági helyzetéről, biztonsági körülményeiről fogunk beszélni. Ugye az nem titok, hogy az elmúlt időszakban ugye többször fölmerültek biztonsági kockázatok, de ebben beszámoltunk olyan eseményekről is, ahol mondjuk különböző terror eseményeket szervező embereket kapcsoltak le. De ugye mindig az ilyen eseményekkor, mint mondjuk akár az EB, amely természetesen egész Európa szerte hatalmas figyelemnek és sok helyről vonz turistákat, ilyenkor különösen a legfontosabb, hogyan foglalnád össze most az aktuális biztonsági helyzetet, kell aggódni? Ugye a szakszolgálatok most brutális módon odafigyeltek, tényleg az összes országban, Franciaországtól kezdve Németországig, Nagy-Britanniáig. Ugye rengeteg szurkoló utazott, ugye a Schengen vezeten belül, tehát tényleg repülővel, buszokkal, brutális milyen személymozgás volt. És hát ugye volt egy jó találata és a német szakszolgálatoknak kiszörtek még a múlt héten a Köln-Bonni reptéren egy fiatal férfit, akinek marokkói, lengyel és német állampolgársága is van. És éppen Törökországba készült utazni. Na persze nem ez volt a gáz, hanem az, hogy előzőleg kriptovalutában 1400 eurót átutalt az iszlám államnak. És mindemellett még megpróbált egy idénymunkát munkát is szerezni, mégpedig valamelyik stadionba, lehetőség szerint a biztonsági szolgálatnál. De mivel már figyelték, ugye, úgy folyamatosan olyan oldalakat látogatott és posztolt, amelyek az iszlám és más radikális csoportokhoz köthetők, figyelték őt a titkos szolgálatok, figyelték a telefonját, a mozgását, és amikor ugye vett egy repülőjegyet Kölnből Isztambulba, akkor lekapcsolták, mert nem tudták, hogy nem esetleg azért, mert hogy ott további kiképzés kapjon, vagy esetleg csatlakozzon, ugye személyesen is az iszlám államhoz, úgyhogy őrizetbe vették, a kihallgatása folyamatban ugye az adatfordozóit most bővebben kielemzik, és minden szemét, akivel kapcsolatba lépett, ugye, azokat szintén megfigyelnek, tehát metaadatokat gyűjtenek, és hogyha esetleg beigazolódik az, hogy már vannak terroristák az országban, akik valamire készültek, vagy készülnek aktuális azokat is begyűjtik. Tehát ilyenkor ugye a szakszolgálatok egymással közösen együttműködnek. Tehát például a lengyel szolgálatot is megkérdezik arról, hogy ennek mivel ugye lengyel állampolgár is, hogy Lengyelországban milyen kapcsolatokkal rendelkezik, ott megfigyelnek-e valakit, aki hozzáköthető. Ugyanez van Németországban, ugyanez van Marokkóban. Tehát ö, odafigyelnek nagyon, és hát bízunk abban, hogy nem is fog semmi történni, mert ugye már az elején begyűjtötték azokat a veszélyesnek mondható fickókat, akik valamire készültek. De sajnos, ugye, száz százalékban kizárni egy terrortámadást nem lehet. Tehát elég egy őrült, aki azt mondja, hogy ő most itt az interneten az el az iszlám államnak, iszlám állam vagy bárkinek ugye hűséget fogad, vesz egy konyhakést, azt elkezdi az embereket szurkálni. Tehát az a baj ugye, hogy, hogy nagyon nagy a terrorveszély. Értelemszerűen a német rendőrség mindent megtesz ennek érdekében. Tehát tényleg civilben, egyenruhában ott vannak drónokkal, figyelik a tömeget, helikopterek vannak fönt folyamatosan a stadionok környékén. Tehát tényleg minden lehető megtesznek azért, hogy biztonságban lezajlan ez a foci meccs, ugye a nagy biztonsági szolgálatok értelemszerűen, tehát itt a civil biztonsági cégekről beszélünk, ők is beléptető kapukkal, tehát kontrollálnak, minden csomagot megállítanak, minden gyanús szemét, tehát a rendőrséggel karöltve tényleg rengeteg szegurit is van, akik ugye tényleg nagyon odaadó munkát végeznek, direkt azért, hogy a szurkolók biztonságban jókedven tudjanak szurkolni, és ne kelljen attól félni folyamatosan, ugye, hogy valami robbanás történik, vagy, vagy hasonló. Ugye volt egy másik érdekes aspektus, erről láttam egy érdekes videót a YouTube-on, ez pedig nem más, mint mondjuk, és egy kis magyar vonatkozás következik, hogy a magyar szurkolók biztonságossága, ugyanis az, ebben a videóban ugye a, a legutóbbi RB események kapcsán elkezdték feszegetni azt, hogy a magyar ultrák milyen biztonsági kockázatokat jelentenek. Ugye a, 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 a kicsit ilyen szerintem, de majd hozzáteszed, hogy te hogy látod, túl dramatizálva leírta, hogy milyen ilyen animációs kis videó volt, és leírta, hogy milyen dramatikus körülmények között érkeztek meg a magyar szurkolók a, a futballesemények városaiba, és hogy görög tüzet, meg fekete pólót, meg skandáltak, meg meg stb. stb. És egy kicsit úgy tűnt nekem, mint hogyha túlértékelnék a, a magyar ultrák biztonsági kockázatát, főleg így az elmúlt időszakra tekintve nem kell letagadni természetesen, hogy mint ahogy minden válogatott már ugye az ultrák azok ö, tudnak biztonsági kockázatot jelenteni, de mintha egy kicsit ezt így külön magyar viszonylagban hegyezték volna ki, holott egyébként ugye ez egy nemzetközi szinten erre többféle példát is látok, tesz, vagy látod? Hát figyelj, azért én nem tudom, figyelj, én, ö nem vagyok egy nagy foci rajongó, tehát ezt elmondom, én mindig akkor nézem csak a meccseket, ha magyar válogatott játszik. Tehát nekem ez az egy szentség van, akkor odaülök a tévé mellé, és akkor pizza és sör és szurkolok, de amúgy most így, hogy német Bundesliga meg minden engem maximálisan hidegen, hogy nem érdekel. Még, még az Afrika Liga nekem valahogy izgalmasabb, mert ott érdekes országok, mit tudom én, Burkina Faso játszik mondjuk Benin ellen, tehát számomra izgalmasabb, mint ha most Eintracht Frankfurt játszik például a Hertha ellen, tehát whatever. Na de, eh, kiemelném azért, hogy lehet, hogy tévedek, de javíts ki, hanem így van, a magyar ultrák azért soha nem randalíroztak, nem törtek be kirakatokat, nem, nem estek neki más szurkolóknak. Az, hogy most skandálnak, hogy hajrá magyarok, riaria, hungária, a fekete póló van rajtuk, nemzeti színű zászlóval, hát most ebbe igazából én nem találok semmilyen kivetnivalót. Azért nézzük meg például a brit foci huligánokat, a franciákat, amikor azért egymásnak esnek, azért ott nagyon csúnya dolgok szoktak történni. De szerintem a magyarok úgy, amellett, hogy most jó, sokan vannak, nagy darabok kigyúrtak, hát és, és akkor mi van? Tehát, hogy most ez biztonsági kockázatot jelenteni. Ugye Magyarországot most nagy divat rúgdalni, ugye nézzük meg a Magyarország ellen kiszabott 8 milliárd forintos, vagy hát nem is tudom, hány milliárd forint átszámolva az a bírság, amit az Európai Unió kiszabott, ugye napi 1 millió eurót kell még pluszba fizetni, hogyha nem fizetjük ki, ugye a kitűzött, azt hiszem 40 napon belül a, a, ezt az összeget. Tehát folyamatosan belénk állnak igazából. Látható ugye múltkor is, amikor Németországban megállították a szurkolói órákon keresztül fenntartották őket az osztrák-német határon, hogy miért csak semmilyen rendbontás nem történt, csak most ugye úgy, úgy illik Magyarországba beleállni, mert, mert miért is ne. Tehát én azt mondom, hogy a német rendőrségnek vannak érdekes dolgai, amúgy is most például azt mondták, főleg a brit szurkolóknak, ugye, akik azért észnak, mint a gödény, is tagadjuk, hogy inkább tépjenek be, mert az lenyugtat, nem tesz agresszívét. Tehát milyen jó, mikor mondjuk egy városnak a rendőrfőnöke ilyet mond a hogy ne igyatok annyi sört, inkább szívjatok el egy pár füves cégét. Nagyszerű dolog, tehát kb. úgy ennyit arról, hogy az ultrákkal, magyar ultrákkal van baj, nem hiszem, és én biztos vagyok benne, hogy ők isznak egy-két sört, de betépni azt nem fognak. Én ezt nézsen tartom valószínűnek. Egyébként, ahogy mondtad is, nem, tehát a konkrét események, hogy természetesen az útráknak is van történelme, tehát biztos volt, amikor belekötöttek másokba, meg okoztak valamilyen szintű anyagi kárt is, de pont ugye arról, amiről beszéltünk az ebés történet esetében, nem igazán volt erre példa. Három dolgot emeltek ki egyébként, ami őket különösen zavarta. Az egyik az, a, amikor LMBTQ ellenes szlogeneket skandált a, a magyar magyar szurkolótábor, a másik az, amikor a letérdelést kifücsülték, és ugye a harmadik pedig a trianon na a kapcsolatos különböző ö, skandálások, illetve ugye a Nagy Magyarország jelkép, Csár, ezek is meg őket. Hát trühühű most erre mit tudok mondani. Szerintem sokkal rosszabb, amikor mondjuk angol szurkolónkort nekiállnak mesztelenül fürdeni a szökőkutakban, elkalapálnak másokat, vagy nem is tudom, amikor olasz szurkolók már nem tudom, kikkel egymásnak estek, törtek, zúztak ott valamelyik sétáló utcában, székeket haigáltak egymáshoz. Tehát vannak sokkal rosszabbak ennél, mint hogy most valamit skandálnak, de hát tudjuk, ez az LMBTQ dolog, ez is például megnéztem a, a, a német German Wings légitársaság, hogy köszöntötte tegnap az ebét a Facebook oldalán, kiraktak egy bazinas szivárványzászlót. Most, hogy ennek mi közel van a fóció az meg kiraktak volna egy focilabdát még mellé, azt mondom, szurkoljunk együtt, Lavi csapat is, csapat, gól is gól, de eh nem tudom, ugyanúgy a, az osztrák nagykövetség előtt jöttem el tegnap előtt, és ott is ki volt téve egy hatalmas nagy szivárvány zászló, és ezzel köszöntötték a foci Európa bajnokságot. Tehát úgy mi köze van hozzá? Tehát szerintem a szexualitás ki kéne hagyni a sportból. Itt mindenki szurkol a saját csapatáért, jó kedv van, barátok vannak, sörözés van, grillezés van, chips van, de nem az, hogy most nem tudom kinek milyen a szexuális beállítottsága, szerintem rohadtul nem tartozik oda, de most ugye minden el van kihegyezve, és értelemszerű, hogyha valakinek ez nem tetszik, vagy nem tetszett a letérdelés, mert nekünk magyaroknak miért kellene letérdelni, talán más országoknak kellene letérdelni azért, mert elvették a hazánk nagy részét, magyarok milliói ragadtak külhomba Trianonnál, tehát szerintem nekünk semmi okunk letérdelni, soha nem voltak gyarmataink, soha nem vonultunk be más országban, nem bántottuk másokat, nem kezdeményeztünk, egyetlen egy háborút sem. Tehát szerintem, ha valakinek nincs oka letérdelni akkor, magyar, akkor a magyaroknak és, és hazánk fiainak nincs. Hát azt majd meglátjuk, hogy ezen az ebén milyen problémáik lesznek még a magyarokkal, de addig is hallgatóink eldönthetik, hogy akkor a betépett és a szökőkútban fürdő brit ultra, vagy a, a magyar ultra, aki éppen Nagy-Magyarországos pólóban is, fekete pólóban áll láton, ezek közül lehet választani, meg lehet tenni a téteket, viszont átkanyarodva, vagy úgymond témákat követően, ugye Ukrajnáról is kell mindenképpen szót ejtenünk, mi most ott az aktuális helyzet, történt-e bármi fontos fejlemény? Hát az oroszok elfoglaltak öt további települést, és elmondták, hogy az év eleje óta ugye kiadtak egy friss statisztikát, 35 ezer ukrán katona vesztette az életét, csak május hónapban 11 ezer, tehát brutálisak az ukrán veszteségek. Rengeteg harci eszközt megsemmisítettek, még a raktárakban az oroszok az elmúlt két napban, Storm Shadow rakétákat, például e, megsemmisítettek, vagy egy Tucat amerikai M77-es e, Ágyú, tehát ezeket a, a lövegeket, ugye ilyen kis mobil eszközökről van szó, amiket teherautók után vagy terekjárak után lehet kötni, és nagyon gyorsan változtathatják a helyüket. Tehát komoly csapást lehet mérni vele az ellenségre. Na, ezek is megsemmisültek szintén e, már a hangárokban. Úgyhogy most e, igazából sikerekről lehet ugye, hogyha orosz szemmel nézzük, beszámolni, mert nyilvánvalóan az orosz katonai titkos szolgálat információkat szerzett arról, hogy hol tárolják Ukrán, uh, Ukrajnán belül ezeket az eszközöket, és még mielőtt kimentek volna a frontra, ugye mind a lőszerek, mind a rakéták, mind az M777-es talackok megsemmisítették őket, és hát nyilvánvalóan uh, ezzel komoly károkat okoztak az ukrán hadseregnek, ezeket már nem tudják használni, és hát ugye a nyugat sem tudja olyan nagyon gyorsan pótolni ezeket, ja, megsemmisített eszközök között még voltak légelhárító rakéták is a Patriot rendszerekhez, ami létfontosságú Ukrajna légvédelménehez, úgyhogy ezek hiányában ugye a légtér továbbra is nyitott marad, ugye mind az orosz vadászbombázók, mind pedig a harci helikopterek be tudnak repülni, és hát károkat okoztak például az energetikai infrastruktúrának is, ami azért már elég komoly, ugye, hogy meséltük itt a múltkori műsorban, német mérnökök utaztak ki, hogy felmérjék a károkat, és azt mondták, hogy kb. 52 milliárd euróba Kerülni, hogy a távfőt, az áramot, a gáz, mindent helyre tudjanak állítani Ukrajnába. Továbbra is támadták ugye ezeket a nagyon fontos energetikai pontokat az oroszok. Azért, mert már így is Ukrajna több részén ugye korlátozottan van áram, tehát naponta csak néhány órára, és nyilvánvalóan ezzel próbálják megtörni még a lakosságnak a maradék támogatottságát és a háború fele. És akkor ezen a ponton kérdeznék rá a Svájci Békekonferenciára, méghozzá azért, mert a béke konferenciát megelőzően ugye arról szóltak a találgatások, hogy lesz -e bármi jelentősége, és akkor most megkérdezzük, hogy volt-e jelentősége. Nem, igazából semmi. Annyi jelentősége volt, hogy Svájc elnöke ugye bejelentette, hogy hát Oroszország bevonása nélkül igazából nincs sok értelme egy ilyen békekonferenciát tartani, mert hogyha nincs ott mind a két háborús fél, akiket valahogy közelbe lehetne hozni egymáshoz, hogy legyen egy közös nevező, el a kezdeni a béketárgyalásokat, vagy első a tűzszüneti tárgyalásokat, tehát így ez a konferencia igazából oka fogyott. Ugyanezt mondta például a szaudi delegált is, ugye? Bin Salman her herceg, hogy igazából Oroszország nélkül nem lesz béke, mert Oroszországnak kell belemenni abba, hogy valamilyen közös nevezőt találjanak, legyen az ukrán részről egy kompromisszum, amit Oroszország elfogad, de nyilvánvalóan, tehát azt tudják a szaudik, tudják a svájciak, tudja mindenki, hogy Oroszország nem fog kivonulni, ugye, ahogy Ursula von der Leyen vagy Olaf Scholz német kancellár követelte azt, hogy az oroszok vonják ki az összes csapatukat, ugye, a megszállt részekről, tehát adják fel igazából a Donbass régiót, amit több mint két év alatt Tényleg veszteségekkel nagyon komoly küzdelemmel elfoglaltak, hát ez nyilvánvalóan nem fog megtörténni. Ukrajna pedig elutasította ugye Vladimir Putyinak azt az ajánlatát, hogy mondjanak le a Donbassról, és jelentség, nem akarnak NATO tagok lenni, és utána igazából ennek a háborúnak azonnal vége lehet, tehát egy órán belül véget lehet venni ennek a háborúnak. Ukrajna ezt elutasította, nyilvánvalóan amerikai kérése, vagy amerikai tanácsra, mert Kavala Harris rögtön bejelentette, ugye percekkel később, ahogy Vladimir Putyin megtartotta a sajtótájékoztatót, hogy ez igazából nem más lenne, mint Ukrajna kapitulációja, tehát, hogy ezt nem szabad meglépni, és utána Volodymyr Zelenszky is ugye azt mondta, hogy nem, ezt ők elutasítják, tehát nem adnak területet a békért, tehát a státusz az, hogy ez a háború továbbra is folytatódni fog, és az oroszok előre nyomultak, akartam még mondani, hogy most az az egyik fő céljuk, hogy egy autópályát elfoglaljanak, és ezzel igazából elvágják a legfőbb utánportlási vonalat a Dombaszba, az ukránoktól. Tehát ha ez meg fog történni, akkor ugye sokkal nehezebb lesz katonákat, ellátmányt, lőszert, meg mindent kijutatni a frontra. Tehát mondom, lassan, de biztosan halad előre az orosz katonai gépezet, csak ezzel való, Ukrajna nem akar szembenézni. Folytatódnak ugye a kényszer sorozások, továbbra is megpróbálnak ugye embereket erőszakkal bevonni, és szinte zéró kiképzéssel kiküldeni a frontra, nagyon sokan menekülnek, és hát hatalmas disznóság történt, ugye most több esetben volt már, hogy az ukrán határőrök lőttek a menekülőkre, tehát körülbelül, mint a kommunista mdk ban úgy látszik, kiadták nekik, hogy agyon kell lőni azt, aki megpróbál az országból megszökni. És most már hivatalos az is, hogy a kettős állampolgársággal rendelkezők sem utazhatnak ki 18 és 60 év között. Tehát hiába van neked mondjuk ukrán is mellette, még egy amerikai állampolgárságot el, el akarod hagyni az országot, most már nem teheted meg. nagyon sajnos nem túl felemelő hírek. Még egyet a, a svájci békefórumról, mert csak ide idéznék, egy kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről. Ugye az ankarai képviselő, aki jelen volt, ugye a külügyminiszter, volt, aki képviseltette magát Törökország szerepében, és ő azt állította, nem is így fogalmazott, most lehet, hogy ez csak egy tág diplomáciai megközelítés, de kíváncsi vagyok, hogy te hasonlóan látod-e, hogy ők már látnak egy darab reményt az ukrajnai béketárgyalásokban. Ennek ellenére viszont nem igazán tűnik úgy, hogy bármi eredmény születne. Te is azért látsz halvány mint Nem, Őszintén nem. Ugye Medvegyev is megszólalt ez ügyben, és mondta, hogy most itt nem fognak üzengetni másokkal, tehát nekik ne legyen senki a pústásuk. Ha az ukránok tárgyalni akarnak, akkor tárgyaljanak, ugye, konkrétan velük, tehát kezdjenek meg direkt tárgyalásokat. Oroszország erre továbbra is nyitott, ugy ugyanúgy, ahogy a múltban amikor nyugati, amerikai és brit tanácsra ugye elzárkoztak a további béketárgyalásoktól, amik ugye voltak még a háború kitörése után következő hetekben. Tehát ez, ez nincs, és hogy, hogy ezek a konferenciák igazából semmit nem érnek, hogyha nincs ott mind a két háborús fél. Tehát a Kreml világossá tette, hogy most üzengetek valakivel, valaki által, tehát ez nem erről szól, ne legyünk gyerekesek. És hát ebben teljesen igaza van, itt két ország háborúzik egymással, és ha most nem tudom, száz ország leül az egyikkel, és a másikat kihagyják, hát az eleve sértő is, nyilvánvaló. Lehet látni azért, hogy Oroszország legtöbb barátja ugye nem vett részt például a Brix államok részéről ezen a tanácskozáson, mert ők is azt mondták, hogy oka fogyott, úgyhogy Oroszországot erre nem hívták meg. Ez ugyanilyen sértés volt, mint hogy nem hívták meg a d re ugye a, a D-Day emléknapra, amikor Normandiát elfoglalták a szövetségesek, mert ha annó a Szovjetunió nem köti le a náci német csapatokat, keleten, akkor nyilvánvalóan nem, nem, lett volna ilyen hamar vége a háborúnak, nem lett volna esetleg DD, vagy nem lett volna ilyen sikeres, és nem tudtak volna utána tovább nyomolni, ugye Franciaország és Olaszország fele a szövetséges csapatok, tehát oda nem meghívni Oroszországot. Hihetetlen sértés volt szerintem, és ugyanolyan sértés, hogy nem hívták meg erre a svájci békekonferenciára, holott ugye direkt egy semleges országban szervezték meg. Tehát mondom, ez vicc kategória volt igazából, és, és ezt minden gyerek tudta, hogy itt most mindenki nagyon szép szavakat fog mondani, Zelenszky pénzt és fegyvereket kér, ezt meg is ígéri neki, mint Scholz, mint Kamala Harris, mint Ursula von der Leyen, de érdemben ez a békéhez nem hoz minket közelebb, tehát a békéhez az hozna közelebb minket, hogyha Ukrajna bejelenti, hogy hajlandó kompromisszumokra, mert hát továbbra is azért, hogyha megnézzük, hogy, hogy tényleg félmillió ukrán katona meghalt a fronton durván, akkor több millióan elmenekültek az országból. Például, hogyha nézem, azért minden a figyelem, ugye például a magyar rendőrségnek a, a polisz.hu megjelenő statisztikáit, és nincs olyan nap, hogy 10, 11, 12, 13 ezer, tegnap például 13 ezer érkeztek Ukrajnából. Tehát nyilvánvalóan ez azt mutatja, hogy, hogy az országból menekülnek továbbra is, az emberek nem látják ott a jövőjüket nincs harci kedv, lehet látni, hogy már ellenállnak elkalapálják a komisárokat amikor megpróbálják az embereket kényszer sorozni, tömegverekedések vannak, az emberek dezertálnak, dezertálnak a frontról, ugye például az ukrán katonák, akik két katonai teherautóval átjöttek Magyarországra, de ugyanúgy dezertálnak Lengyelország fele, dezertálnak ö, ö, Románia fele, megpróbálnak olyanok, akik hat ugye átjutni a fronton, vagy hamis papírokkal, vagy pedig a zöld határon, Tehát ez nem az Mutatja, hogy az ukrán lakosság most már olyan nagy harci kedvel rendelkezik, és társadalmi támogatottsága lenne annak, hogy ezt a háborút még akár évekig folytassák. Oroszország pedig felkészült arra, hogy akár évekig folytassa. Ugye, de meglátjuk, mi lesz az amerikai elnökválasztásokkal, tehát az, az lesz egy nagyon fontos pont, ugye, de már Trump szinte heti szinten bejelenti, hogy ő nagyon gyorsan, kb. egy hét alatt véget fog vetni a háborúnak. És én ebben hiszek is, mint ahogy hisz rengeteg ukrán és rengeteg orosz. Nyilvánvalóan be fogja jelenteni, hogy további fegyvereket és lőszereket nem küld Ukrajnába. Fel fogja mérni nyilvánvalóan itt az amerikai katonai titkos szolgálat, a pentagon, a CIA, hogy meddig tud még majd Ukrajna kitartani esetleg hány hétig, és utána mondja, oké, humanitárius segítséget küldünk, tehát orvosi eszközöket. Nem tudom mindent, amire szüksége van a szenvedő lakosságnak, de fegyvert és lőszert nem, és ez nyilvánvalóan be fog indítani egy dominoeffektust, hogyha az Egyesült Államok tényleg nagyon komolyan e, úgy látja, hogy ezt a konfliktust ő be akarja fejezni, akkor ezután majd Nagy-Britannia, Franciaország, a többi ország is e, hasonlóképpen fog cselekedni, és nyilvánvalóan az lesz a következő, hogy megmondja az Elenszkinek, hogy most pedig leülsz tárgyalni, és lemondasz azokról a területekről, amiket Oroszország eddig elfoglalt és utána pedig megkezdjük az országot újjáépítését, tehát nyilvánvalóan Trumpnak ígérni is kell valamit, tehát nem azt, hogy oké, itt vége a háborúnak, aztán good luck, Charlie, csináljatok valamit az országotokkal, hanem majd konkrét ígéreket kap, hogy akkor ugye meg fog a szenátus szavazni ennyi és ennyi 10 vagy 100 milliárd dollárt a következő években Ukrajna újraépítésére, amerikai cégek fognak oda menni, nyilvánvalóan azért ez megint az amerikaiaknak most nem a fegyvergyárak fognak keresni, hanem például olyan cégek, akik autópályákat építenek, házakat építenek, tehát az újraépítés is Amerikának fog szerintem óriási hasznot hozni, de ezt már be is jelentette több amerikai cég, hogy részt akarnak venni az újraépítésben, mert nyilvánvalóan itt Ukrajnának azért, hogy benézve nézve föl kell venni nagyon komoly hiteleket is, amiket ugye nyilvánvalóan majd valamikor vissza is kell fizetni, tehát itt a bankok és a nagy cégek, amik építkezéssel foglalkoznak, azok kaszálni fognak rettenetes moda, ahogy most kaszálnak ugye a fegyver és lőszergyártó cégek. Ugye arról szóltak kérek, hogy nem sokára adrendben fogják állítani a Oroszország egyik új nukleáris tenger alatt járó típusát. Ugye erről egyébként a még nyugati sajtóorgánumok is úgy számoltak be, hogy ez egy rémisztő, új lopakodó tenger alatt járó típus, ami egyébként hiperszonikus vagy rakéták szállítására és elindítására lesz alkalmas, és most már először vízre is helyezték. Hogy látod ennek például a jelentőségét? Vannak-e például mondjuk akár ezen a területen, vagy akár más területeken olyan típus sok, ahol mondjuk Oroszország például egy picit akár előrébb jár, mint akár a, a szomszédos és környező ország, vagy akár a nyugati fél. Mondjuk például ez a tenger alatt járó, mint most ugye újonnan hadrendbe állított haditechnika, hogyan mérkőzik meg mondjuk, hogy hogyan lehet szembeállítani akár a nyugati fél által használt Kapacitásokra? Ugye azért régebben a NATO vezetett, tehát legyenek azok például az atomtenger alatt járók, legyenek azok a, a modern naszádok, -ok, hadihajók, repülőgép, borozóanyahajók. Eh, tehát megvolt ez az amerikai vezetés, nagyon jó technológiával, mai napig jó technológiával rendelkeznek, de valahogy, mintha nem tudom, a nyugat ezt átaludta volna, mert túl sokat foglalkoztak a szivárványzászlók kitűzésével mindenhol, hogy azért Oroszország is fejlesztette ugye a katonai technikát. Ha megnézem a legújabb Sukui 57-es vadászgépeket, a világon a legjobbak. aktát. olyan teljesítményre képesek, mind gyorsaságban, mind lassúságban, ami szinte nagyon fontos, hogy ráfordulnak a célra, és tényleg szinte zéróra csökkentik a, a, a sebességüket, és meg tudnak semmisíteni lassabb mozgó célpontokat, például harci járműveket, tankokat, növegeket. Tehát ezt úgy, mintha átaludták volna, de ugyanúgy például a haditenger alatt az oroszoknak, tehát tényleg világklasszisok, nukleáris meghajtásúak, és hát ugye láttuk, hogy néha már eltűnnek a radarról is, hogy milyen para van akkor a nato belül, mert nem tudják, hogy hol vannak ezek az orosz hadi alatt járók. Régen ugye szonárokkal vannak az úgynevezett tengeri mikrofonok, amiket kihelyeztek, amik hallották ugye a tenger alatt járó meghajtó csavarának, a propellernek szóló néven a, a zaját. Na most ezek a modern kiképzésű és bevonatú hajócsavarok már olyanok, hogy szinte teljesen némák. Ugyanúgy, mint a modern harci helikopterek, ugye ezt az amerikaiak kezdték el például a Kauai-nál kidolgozni, a rotorok kiképzése a bagyok szárnyára hasonlít, a bagyok szinte hangtalanul tudnak repülni, azért, hogy rárepülnek a kis tápcsálókra, azok ne hallják meg őket, mert remek fülük van, és már el is kapták őket. Na, így építették ki, ugye utána, persze ezt, ezt lemásolta utána több ország, így az oroszok is, ezeket a nagyon halk harci helikoptereket. Ugye nagyon fontos, hogy milyen bevonata van a járműveknek, tehát például ilyen pillanatban a dél gyártja az egyik legjobb ilyen bevonatot, ez egy ilyen szivacshoz, mint mondjuk a, a hasonlítanám, ami ugye eltéríti a, radarjeleket, abszorbálja az infravörös sugárzást, tehát úgymond láthatatlan tud tenni egy járművet. Ugye hasonló nyilvánvalóan fejlesztésük van az oroszoknak is, azért van az, hogy a nato többször már előfordult, hogy mint az őrült kerestek egy nukleáris meghajtású tenger alatt járót, amin esetleg nukleáris fegyverek is lehetnek, hiperszónikus hordozókkal, például mint a Kinjal, vagy mint az Avangard, és hát ugye ez, ez aggodalommal tölti el a nyugatot, mert bárhova odalopakodhat egy ilyen tenger alatt járó. 50 méteres mélységből ki tud lőni nukleáris taktikai robbanófejeket, fejeket, ugye amelyek hiperszónikus hangsebesség sokszorosával, eh, akár 5 robbanófejet is el tudnak juttatni különböző célpontok fele, Hát ez aggasztó, és jelen pillanatban senkinek nincs olyan hordozó technikája, mint Oroszországnak. És hát látjuk, hogy amikor megjelent például pár orosz hadihajó, meg egy haditenger alatt járó például Kubában, 90 tengeri mérföldre az Egyesült Államok partjaitól, ki től Tehát nyilvánvalóan ez aggodalomra adott okot, és hát az a kielentése is, hogy a Kremlőnek, hogy a nyugatot úgy is gyengíteni fogja esetleg, hogy asszimetrikusan válaszol a nyugat fegyverszállításaira, és például a nyugat ellenségeit fogja felfegyverezni nagy hatótávolságú rakétákkal, tehát modern fegyvereket kaphatnak olyan országok, akik ezáltal támadhattak mondjuk francia, brit vagy amerikai támaszpontokat Afrikában, a közel Közép-Amerikába, bárhol a világon. Tehát mondom, ez is benne van, vagy hát lehet egy újabb kubai krízis, úgy dönt esetleg a Kreml, hogy ráveszi valamilyen formában, nyilvánvalóan egy nagy anyagi segítséget ad majd Kubának, és ennek cserébe létrehoz például valahol, ha vannak közelében, vagy akár Quantanamo közelében, kardgyújtási az amerikai bázistól, egy nagy orosz Tenger alatt járó bázis. Tehát simán benne van, és ezzel ő leuralja igazából a karibi térkészséget, Dél- és Közép-Amerikát. Röviden igazásunk végéhez közeledve az izraeli helyzetről is pár szót. Ugye az volt viszonylag friss hír az elmúlt időszakban, hogy bejelentette az IDF, hogy különböző taktikai szüneteket vezettek meg Gázába, annak érdekében, ja. hogy segélybe tudjon jutni a régióba. Mi most az aktuális helyzet? Na, úgy néz ki, hogy a gázai övezet déli részén 8 és 19 óra között tűzünet lesz. Ez alatt ugye kamionok be tudnak menni, vagy most ugye meg kell szerelni, az amerikaiak csinálták ezt a... Um, provizórikus kikötőt, ugye egy ilyen ponton hítszerű, ilyen pírt építettek ki, de nagyon komoly tengerjárás volt, vihar volt, megrongálódott, ugye ezt most kivontatták az izraeli partokhoz, megszerelik, tehát igyekeznek utána, hogy az amerikai haditengerészet továbbra is a tenger felől is tudja humanitárius segítséget bejuttatni, ez a jó hír, meg hát jó hír ugye a lakosságnak az, hogy nem fognak ez alatt bombák hullani, nem lesz tüzérségi támadás, Izrael egyeztetett az Egyesült Nemzetek több szervezetével. Ugye megkapták az infot, hogy rengeteg gyerek alultáplált, tehát szinte az éhhalás szélén van. Nincs szintén gyógyszer, orvosi eszközök a, a gázajövezetben. Nagyon komoly hiány van az élelmiszer mellett, ivóvízből is, tehát ezeket pótolni kell. Tehát ugye lajtos kocsikkal, meg palackozott ivóvízzel tényleg el kell látni körülbelül másfél millió embert, ugyanúgy konzervekkel, száraz élelmiszerrel belért vali tisztet, ugye, hogy kenyeret tudjanak sütni, egyéb dolgokat, tehát ez nagyon-nagyon fontos lenne, úgyhogy nyilvánvalóan egyre melegebb van, ugye azért most már már benne járunk a nyárba, 30 fok fölötti hőmérséklet van, és hát nyilvánvalóan itt a gyerekek, az idősek, betegek, nagyon sok terhesnő van, azok ugye ezt nagyon megszenvedik, tehát így enyhítik majd a, a, a humanitárius katasztrófát, ami a gázai övezetben van, akkor ami még fontos, hogy a honvédelmi minisztert meghívták Washingtonba, tehát tárgyalásokat fog folytatni Galán. Meglátjuk, hogy mi lesz ugye ennek az eredménye. Nyilvánvalóan, tehát fog azért utasításokat is, meg tanácsokat kapni Washington DC-ben mert Amerikánál is azért már kiverte a biztosítékot, hogy, hogy körülbelül 40 ezer civil halottja van ennek a háborúnak, közülük rengeteg gyerek, és hát többször volt már, hogy az Egyesült Államok ugye tűzszünetet kérde, Izrael erre nem volt hajlandó, meglátjuk most, hogy mi lesz. Tehát ezek a taktikai tűzszünetek azért, azért is jók, azért lehet őket üdvözölni, mert mondom a civil lakosság egy kis levegőhöz jut, hogy nincs az, hogy tényleg most már tavaly október óta 24 ben bombázzák és lövik őket. Nyílfért a mai adásunkba, hallgatóinak nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és köszönjük József is, hogy itt volt velünk. Hát egy élmény volt még mindig, remélem, hogy tudtam egy pár friss infót átadni itt hallgatóinknak, és hát bízom benne, hogy akkor kedden ismét találkozunk.